napot! Halló! Kérdezett neve, egyes nő. Életkora 14 és 21 év között. Mennyire mennek jól a dolgok az önök lakó közösségében? Ötös. Nagy mértékben. Adathiány. Nincs válasz. De Zsani, ez ki? Elnézést, de csak így. Kuplung boften. Ki érdek, csajok, nem hat rá. De ki vagy? Miért? Te nem ismered? Hadd mutatkozzon be. Foglál Andor. A United Big Boss piackutató cég számára végzek közvéleménykutatásokat az önök többjében a Városi Élet Minősége címmel. Közvélemény? Az van. De hogy jöttél be? Csöngettem elég sokáig, nyitó volt az ajtó, gondoltam benézek. Most jöttem én is egy percet. Nem hiszem el. Jó, hát engem annyira nem izgat. Lenne rám két perc. Több is. Mit csinálsz? Ez egy ilyen kérdőíves izé. Ez valami olyasmi. Ja, üljél le is így áll. És te így bemész mindenkihez. Hát csak előre nem adott címekre jövök. Önök mind itt laknak? Csak a Zseni. Én lakom itt. És a Ricsinél az elsőn voltál már? A Ricsi? Az első is Tafi. Válaszoló neki lányok. Ha. Amúgy te tök rásolítasz a Ricsire. Csupán három kérdés az egész. Ne legyél már ilyen komoly. Ülj le. Köszönöm. És ha válaszolunk három kérdésre, akkor? Akkor te kezdődhetünk, ugye? Kérdezzél! Igen! Tök jó! Én is kérdezhetek? Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? Érettségi. A dekorsúlyban. Értem. És jelenleg mi a fő tevékenységed? Tanulsz, dolgozol? Tanulok vizuális kultúrát. Hol? Na, te már kérdeztél, most írd. A Sőn Gyulában. Értem. És elsőre felvettek? Hát... Ide, igen. Miért bejelöltél más főiskolát is? Csajok, ígyunk már valamit, te kérsz inni? Hogy hívnak? Na, csak egy pohárral, léci. Nem, este már nem. Mi? És reggel, igen. Hát reggel még nem. Mehetünk tovább? Mehetünk! Hová? Hamarabb elengedik, akkor bulizhatnál velünk, tudok egy tuti hét, de közelben partizhatnál. Jó, akkor kussoljál már be! Tehát bejelöltél más főiskolát is? Bejelöltem, igen. Mindhárman bejelöltük. És melyiket? A
A kurva képzőművészetit! Most ne kezdjünk ezen izélni, nagyon szépen létszi. Jó lenne, ha te most nem szólnál egy szót se. Nem itt a figyelj, én nem figyellek, félre ne értse. De nekem is volt én apám. Volt olyan jó, mert vagyok olyan jó, érted? És a Sami is van olyan jó. Azért meg pláne nem figyellek, akkor te ezt elintézted. Hát történt valami a felvételi körül? Történt? Nem az, hogy ki a jó, meg ki nem, hanem az, hogy ígéret. Engem az basz föl, Liza, hogy mondtál valamit, Fatarod is mondott valamit, és emlékszel? Vagy hárman, vagy sehol. Ezt nevezik úgynevezett barátságnak, amikor az ember nem bassza át a másikat. De nem, hogy a barátomat. Így néz a kutyának se. Mi történt pontosan? Nem mindegy, semmi! Mesélj szépen el! Hagyjatok békén, Janka, neked minek kellett a Fatarom, ha annyira jó van? Mert nem a jókat veszik fel, hanem a protekciósokat, ezt te tudod a legjobban! Mert az apám spamba van a dékánnal. Együtt ittak, mikor mentek stoppal 78-ba Varsóban egy ilyenek. A Fatarom meg megígérte, hogy mindhármunknak elintézi. Mert egyébként leszarják, mennyire tudsz. Ezerből alig vesznek fel valaki. A dékán meg azt mondta, hogy az idén csak egyet tud betolni. Mert ezek leosztják előre, hogy ki mennyit vihet be a karokra. Megígértem! Jó! Megígértem! Nem tudtam, hogy ez lesz! Persze, hogy barátság meg ilyenek, de ezek az apám! Jól van, Liza, most mindegy. Elmegyünk Párizsba, iszunk, festünk. Küldök a vékennak Eiffel-tornyot. Különben is. Nem arról volt, hogy felszerelkezzünk és megyünk a masszákhoz ezerrel? Na, gyere, Liza! Kardántengely. Motorregülés. Vezetőműszi. Szivató. Generátor, gyújtás, kapcsoló, slush.